kettő dologra van szükséged az online passzív jövedelemhez. Ez nagyon-nagyon logikus mindkét dolog, majd meg fogod látni ebben a videóban, megosztom veled, hogy mi ez a két dolog. Viszont nem biztos, hogy annyira egyszerűen jön, mint amennyire azt sokan megpróbálják veled elhitetni, úgyhogy ennek a videónak az a célja, hogy segítsek egy kicsit megérteni, hogy miből is és hogyan lehet online passzív jövedelmet felépíteni. Egyrészt, hogyha szeretnél ilyet felépíteni, másrészt legalább már remélem azzal tudok segíteni, hogy egy kicsit meg tud szűrni azt a több száz észosztót, akik mindenféle rendszereket, meg mágikus szisztémákat, meg nem tudom mit akarnak neked eladni, mert nem ezen múlik, hogy tudsz-e online passzív jövedelmet építeni. Üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a honlapra fel YouTube csatorna, iratkozz fel, hogyha szeretnél részletesen és gyakran értesülni arról, hogy mi az, ami valóban működik online, és ami neked is működni fog online. Ugyanis online passzív jövedelem, mindenki ezt akarja, és ezt meg is tudom érteni, viszont nagyon-nagyon kevesen tudják elérni. És kettő dolog ebben a videóban, amit fontos az elején tisztázni. Egyrészt online passzív jövedelemről beszélek, tehát nyilván van a passzív jövedelemnek más fajtája is, itt most arról nem beszélek, meg fogod érteni, hogy miért, tehát kifejezetten fontos az, hogy online tud ezt a pénzt megtermelni. Másrészt én ténylegesen passzív jövedelemről beszélek, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ma már mindent eladnak, gyakorlatilag vannak, akik már önmagában az online jövedelmet egyenlővé teszik a passzív jövedelemmel. Ugye sokan megpróbálják eladni, hogy a webáruházat, ha indítasz, hát az nem passzív jövedelem, ott szét fogod dolgozni magadat, akinek ez passzív jövedelem, az nem tudom, az valamit nem értett meg az iskolában. Tehát én ténylegesen olyan jövedelemről beszélek, amiért maximum heti 1-2 órát kell dolgozni, hogy az ember ugye rendben tartsa és karban tartsa a dolgot. És hogy ezt az elején tisztáztuk, köszönöm, hogy még itt vagy. Elmondom, hogy mi az a kettő dolog, amire szükséged van ahhoz, hogy ilyen online passzív jövedelmet föl tudj építeni. Az egyik az valamilyen olyan online megoldás, ami passzív módon, tehát anélkül, hogy neked aktívan foglalkozni kellene vele, látogatókat tud vinni a weboldaladra. Ezt nagyon-nagyon sokan, ezt is elrontják, tehát nagyon-nagyon sokan már ebben elkezdenek mindenféle csodaeszközöket, meg nem tudom mit keresni, holott, hogyha belegondolsz, akkor teljesen logikus. Tehát hogyan tudnál passzívan, magyarul aktív közreműködés nélkül bevételt, pénzt termelni, hogyha nincsen valamilyen rendszer, ami embereket visz a honlapodra. Tehát tessék megérteni, a pénzt mindig emberek adják. Teljesen mindegy, hogy milyen rendszereket alkalmazol, teljesen mindegy, hogy milyen gépek vannak, mesterséges intelligencia, nem tudom micsoda. A sor végén a pénzt mindig emberek adják. Tehát kell egy olyan rendszer, ami passzív módon látogatókat, embereket, vészletőleg minél többet a weboldaladra. A másik dolog, amire szükséged van, az egy olyan bevételi forrás, ami passzív módon, tehát anélkül, hogy neked minden egyes eladásban részt kellene venned, benne kellene lenned, passzív módon képes számodra folyamatosan pénzt, bevételt termelni. Ez is lehet, hogy nagyon egyszerű így meghallgatva, viszont nagyon-nagyon sokan itt buknak el, mert egész egyszerűen az, amit megpróbálnak összerakni, mint bevételt emelő rendszer, az a valóságban nem passzív. És egy picit nézzük meg, hogy hogyan működnek ezek, hogyha csak ennyi volt fontos számodra, akkor is köszönöm, hogy itt voltál, nyomj most egy lájkot és iratkozz föl, de segítek neked abban, hogy ezek mit jelentenek pontosan. Oké, passzív látogató forrás. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nem tudom, mikor fogod nézni ezt a videót, és nem tudom, hogy hogyan fog változni az online tér, de évek óta, ami legstabilabban igaz, vagy legstabilabban működik ezen, ezt illetően az a kereső optimalizálás. És kicsit a kamera elcsúszott, bocsánat. És ezt nem azért mondom, mert én kereső optimalizálást tanítok. Én tanítom az online marketingnek más részeit is. Ezt azért mondom, mert egész egyszerűen az online marketingben a kereső, tehát a SEO, kereső optimalizálás az a forgalomszerzés, ami ténylegesen nagy számban vagy nagy mennyiségben stabilan, hosszú távon, stb. És passzív módon képes látogatókat vinni a honlapodra. Itt a passzív alatt értsd azt, nem tudom, hogy van-e tapasztalatod már ebben vagy nincsen, hogyha van, akkor valószínűleg tudod, hogy miről beszélek, hogyha nincsen, akkor nagyon röviden azért elmondom.
passzív alatt értsd azt, hogy egyszer dolgozol vele, tehát egyszer mindennel dolgozni kell, és ugye egyszer sok energiát bele kell rakni, meg munkát, esetleg pénzt, de onnantól kezdve folyamatosan, szó szerint akár évekig, vagy évtizedekig, anélkül, hogy bármit hozzányúlnál, hozni fogja neked a látogatókat. És ezt csinálja a kereső, tetszik, nem tetszik, mondhat bárki bármit, nem egy, nem kettő, nem tíz, rengeteg honlappal tudom bizonyítani, rengeteg ügyfelem tudja bizonyítani, ezt csinálja a kereső, hogyha egyszer jól összerakod, hogy gyakorlatilag nehezebb elrontani azt a látogató szerzést, mint összerakni. Tehát egész egyszerűen passzívan fog jönni a látogató a honlapodra. És ugye ez az első feltétel. Nem igazán van más, ami ezt biztosítja. Még mondjuk a YouTube az, ami ezt biztosítani tudja. A YouTube az egy picit speciális idézőjelben állatfaj ebből a szempontból, mert a honlapodra már nem feltétlenül fog látogatókat vinni. Passzív módon működik, abszolút működik, tehát a közösségi média eszközökből a YouTube az, ami ténylegesen passzív módon működik, tehát egyszer dolgozol vele, és utána az akár évekig hozza a látogatókat. A YouTube-ból nem a honlapodra fogsz tudni vinni látogatókat, hanem valószínűleg a YouTube videóból fogsz tudni bevételt csinálni. Az viszont egy nagyon-nagyon szűk piac, tehát az a nem mindenki tud pénzt elérni, plusz hatalmas számokra van szükség. Tehát ahhoz, hogy a YouTube-ból sok pénzt keres, vagy akár csak értékelhető pénzt keres, ahhoz azért nem 10, meg nem 100 látogatóra van szükség. Az én tapasztalatom szerint még a Pinterest az, ami képes passzívan látogatókat hozni a honlapodra, ezt csak megjegyzem, viszont ez kevés, tehát hiába vannak sokan a Pinteresten, hiába tud, mondjuk, hogyha aktívan foglalkozol valamivel, akkor jelentős látogatóménységet vinni, hogyha passzívan akarsz bőle pénzt csinálni, ahhoz valószínűleg kevés lesz, mert hogy elérkeztünk a második ponthoz, amit szintén nagyon-nagyon sokan félreértenek, és ugye az előbb azért már említettem, hogy mi ez. Ez pedig az, hogy kell, hogy legyen egy olyan módszered, ami tényleges aktív közreműködés nélkül pénzt csinál, bevételt csinál számodra. Ugyanis, és itt bukik meg a webáruház, itt bukik meg az MLM, itt bukik meg nagyon-nagyon sok olyan dolog, amit megpróbálnak neked eladni, mint passzív jövedelem termelő dolog. Lehet, hogy eddig jó vagy, és mondjuk a webáruházra, vagy az adra, vagy az MLM-es oldaladra jönnek passzívan a látogatók, mert azt el tudod érni, de nem fogsz tudni eladni, anélkül, hogy aktívan dolgoznál benne. Inkább a webáruházat mondom, mert az egy picit jobban érthető mindenki számára, hogy egy webáruházban jön egy megrendelés, azt valamikor valahogy be kell szerezni, lehet, hogy korábban, lehet, hogy megrendelés után be kell csomagolni, föl kell adni, ha baja van a vásárlónak, akkor kezelni kell, vissza kell venni a terméket, stb. Ez számomra nem passzív jövedelem. Hogyha számodra passzív jövedelem, akkor oké, akkor teljesen rendben van, akkor sokkal könnyebben tudsz elérni passzív jövedelmet, de számomra ez nem passzív jövedelem. Ugyanez a helyzet az MLM-mel, gyakorlatilag a legtöbb MLM rendszernél, vagy én azt gondolom, hogy mindegyik MLM rendszernél nem tudsz úgy eladni, hogy csak egy automatizált rendszer hozza neked a pénzt. Mi az, amivel tudsz, vagy mi lehet az a rendszer, vagy mi lehet az a megoldás, amit tud neked automatizáltan, passzív módon, tehát ugye passzív alatt tényleg azt értem, hogy legfeljebb heti 1-2 órát dolgozol vele, az sem mondjuk azért, hogy becsomagold a termékeket a webáruházban, hanem hogy egy picit fölülről, mint tulajdonos megnéz, hogy működik a dolog, és ha kell valami, akkor igazíts rajta. Hát az egyik legalapvetőbb dolog az a reklám. Ugye a YouTube-ot már említettem, és amikor a YouTube-ból valaki pénzt csinál ezen a szinten, akkor azt gyakorlatilag a YouTube reklámból csinálja. Ugye valószínűleg ennél a videónál is láttál, más videónál is láttál már ilyet. A YouTube ebből él, és a YouTube lehetőséget ad arra, hogyha te videókat készítesz, akkor megossza veled ezeket a reklámbevételeket. Ugye másik ilyen lehetőség, hogyha weboldalad van, weboldalakra is elhelyezni reklámot. Ez, amit erről tudni kell, hogy ebből nem fogod halálra keresni magadat. Nagyon-nagyon kevesen keresik ebből halálra magukat, egyre kevesebben, mert iszonyatos mennyiségű energiát kell beletenni, de, és ez egy nagyon-nagyon fontos de, egy hatalmas de, és egy ebben a helyzetben pozitív előjellel, mert hogy eddig negatívumot mondtam, az én tapasztalatom szerint
ez a reklámbevétel, az automatizált reklámbevétel az, ami a leginkább megfelel annak a kritériumnak online, hogy passzív jövedelmet csináljunk. Nem egy, nem kettő, nagyon sok videó van fönt ezen a csatornán is, nem egyszer, nem kétszer beszéltem róla, hogy egész egyszerűen fölteszel egy ilyen, vagy csatlakozol egy ilyen reklámrendszer, ez mind például a Google AdSense, fölteszed a kódot a honlapodra, és ténylegesen az aktív közreműködésed nélkül, tehát itt semmit nem kell csinálni, itt heti egy-két órát sem kell csinálni, ha már van látogatód, persze, ténylegesen az aktív közreműködésed nélkül hozni fogja számodra a pénzt. Ez passzív jövedelem. Ugye ugyanilyen mondjuk a YouTube videók. Egy másik lehetőség az affiliate vagy partnerprogram bevétel vagy jövedelem, ami nagyon-nagyon hasonlít ehhez, azért nem teljesen ugyanaz, nagyon-nagyon hasonlít a reklámhoz, de azért nem teljesen ugyanaz. Ugye az affiliate vagy passzív vagy partnerprogrami bevételekről akkor beszélünk, hogyha te ajánlasz valakit egy cégnek, mondjuk mondok egy példát, nekem van ilyen passzív jövedelmem, hogy egy szerver tárhely szolgáltatónak, akik ugye honlapok tárhelyét adják el, vagy bérbe, én ajánlok ügyfeleket, és hogyha ajánlottam valakit, azután én kapok jövedelmet. Vagy mondjuk a hírlevél szoftver, amit használunk, ott is van ilyen program, és ott is, hogyha én ajánlok valakit, akkor, hogyha ő vásárol, akkor én utána kapok jutalékot. És ugye ez az affiliate jövedelem, vagy partnerprogrami jövedelem. Ez egy nagyon-nagyon jól működő dolog, nagyon-nagyon passzívan működő dolog, viszont rengeteg munkát igényel, rengeteg energiát kell befektetni, tehát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy elmondjam, hogy mindenek megfelel, amiről ebben a videóban beszéltem, csak ne hidd el, ha valaki azt próbálja neked mondani, vagy idézőjelbetéve eladni, hogy na, ez aztán az a dolog, amivel kettőt kattintasz, csatlakozol valamilyen szisztémához, és akkor onnantól kezdve ömleni fog a jövedelem. Nem fog ömleni a jövedelem, rengeteget kell vele dolgozni. És nagyon sok minden más lehet persze, azért ez az a két terület, amiben leginkább beletartoznak azok a dolgok online, amiből gyakorlatilag bárki, mert ez is számomra egy fontos dolog, amikor ezen a csatornán beszélek, hogy azért relatív bárki tudjon belőle most ebben az esetben passzív jövedelmet csinálni. Tehát lehet, hogy van egy speciális dolog, amiből Magyarországon 5 ember tud pénzt csinálni. Az annyira, én nem gondolom, hogy itt ezen a csatornán kellene róla beszélni, mert én olyan dolgokat próbálok meg átadni, mivel akár te is el tudsz indulni. Nyilván innentől kezdve, eljutva odáig, hogy mondjuk online reklámozol egy köműves vállalkozástól, te magad rakod a falat, ugye azt gondolom, hogy ez a extrém ellenpéldája annak, hogy mi a nem passzív jövedelem. Elég széles a skála, vagy elég hosszú a skála, tehát azért nagyon sok olyan dolog van, ami nem biztos, hogy ennyire passzív, de lehet relatív passzív. Ugye a könyvet szokták sokan ilyennek mondani, nyilván a könyv az olyan értelemben tud passzív jövedelmet hozni, hogy egyszer dolgozol vele. Valamilyen szinten azért az eladással ugyanúgy kell dolgozni, mert postára kell adni, meg stb. Bár ezt mondjuk ki tudod adni. Azért a könyvvel kapcsolatban azt jegyezném meg, hogy Magyarországon tessék megmutatni azt az írót, aki igazán jelentős jövedelmet tud ebből elérni, egész egyszerűen kicsi a piac, de ténylegesen lehet belőle elérni pénzt. Ugye nekem is van 2 könyvem, rendelik folyamatosan, tehát valamennyi passzív jövedelmet csinálunk belőle, tehát ez is működhet. Oktató anyagokat, azt gondolom, hogy kevesen tudnak erről hitelesebben beszélni, mint én, mert gyakorlatilag ebből élek, és lehet valamilyen szinten passzív jövedelem termelő dolognak tekinteni, azért nagyon-nagyon figyelj itt is arra, hogy kinek hiszel. Nekem egy 8 fős vállalkozásom dolgozik, azon beleértve saját magamat is, hogy ezeket az oktató anyagokat létrehozzuk, szolgáltassuk, a reklámot megcsináljuk, az ügyfélszolgálatot megcsináljuk, stb. Tehát ez sem az a klasszikus passzív jövedelem, amit mondjuk a reklámok jelentenek, viszont azért azt el kell ismerni, hogy mondjuk ha oktatóanyagokat tudsz kiadni, és oktatóanyagokkal foglalkozol, akkor ott ténylegesen valamilyen szinten el tudod azt érni, tehát mondjuk az anyagok létrehozását illetően el tudod azt érni, hogy passzív legyen a jövedelem, magyarul egyszer létrehozol egy anyagot, és utána abból sokáig csinálsz bevételt. Úgyhogy a lényege ennek a videónak
És ugye ezt az elején már elmondtam, hogyha eddig itt voltál, köszönöm szépen, és remélem, hogy azért ezek a kis nüanszok, ezek a kis részletek is hasznosak voltak. De a lényeg ennek a videónak ez volt, ez a kettő dolog, amire feltétlenül szükséged van az online passzív jövedelemhez. Egy, passzív látogató forrás a honlapodra, kettő, olyan dolog, amiből aktív közreműködés nélkül pénzt tudsz csinálni. Ha ezt megérted, akkor már előrébb vagy, mert lehet, hogy ebből még holnap nem fogsz tudni passzív jövedelmet igen csinálni, de legalább nem fogod hagyni magadat becsapni ezerféle guru meg hirdetés meg nem tudom micsoda által, akik az ilyen-olyan-olyan passzív jövedelem forrást akarják neked eladni, jó? És akkor a plusz egy a kettő mellé az, hogy dolgozni kell vele. Az elején biztos, hogy dolgozni kell vele, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy na, fölraktam valamit, és akkor hozni fogja a látogatókat, meg elfogadni. Nem. Dolgozni kell. Ahhoz, hogy a látogatók jöjjenek, hidd el, hogy dolgozni kell. Remélem, hasznos volt a videó, nem húzom tovább a szót, a lényeget azt már régen megbeszéltük, a részleteket is megbeszéltük, hogyha tetszett, hogyha hasznos volt, hogyha csak bármit kaptál belőle, hogyha elindította a gondolkodásodat, akkor nyomj egy lájkot. Megköszönöm, iratkozz fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted meg, és azt is nagyon köszönöm, hogy itt voltál és meghallgattál.